Önök az Ismerjük meg egymást televíziók határok nélkül című Európai Uniós magazint látják, az ukrajnai Tisza 1 TV, a szlovákiai TV Zemplén és a magyar Zemplén televízió együttműködésében. A közös műsor az Európai Unió támogatásával valósul meg Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna társfinanszírozásával. Ma a Kárpátok Eurorégió című közös információs magazint látják a Tisza 1 TV és a Zemplén TV összeállításában. A megszokott öt rovattal jelentkezik a műsor. Elsőként a hónap témáját láthatják, majd innen-onnan címmel következnek a rövid hírek. Ezután két miniportrét vetítünk, utána pedig a Természetes című rovatot ajánlom figyelmükbe. A közös ukrán-magyar magazint a régió legfontosabb rendezvényeinek előzetesével zárjuk. Ukrajnában a hivatalos eredmények kihirdetésével véget ért a parlamenti választás, igaz, sajátos módon öt körzetben meg kell ismételni a szavazást, mivel a befutott, összesített adatok alapján sem a körzeti, sem pedig a központi választási bizottság nem tudott végeredményt kialakítani. A legtöbb parlamenti helyet a korábban hatalmon lévő régiók pártja szerezte meg. Ez nem elég a pártnak önálló kormányalakításra, ezért koalíciós tárgyalások lesznek. Az előzetes előrejelzések szerint egyelőre nincs magyar az ukrán törvényhozásban. Gajdos István, Beregszász polgármestere mindössze két hellyel maradt le a biztos befutó pozíciótól. Viszont ha az ukrajnai Magyar Demokrata Párt szövetségese, a régiók pártja formálhatja a miniszteri kabinetet, minden bizonnyal jelentősen előre léphet Gajdos István a közös listán. Így 6 év kihagyás után újra lehet magyar nemzetiségű képviselője a Rádának. A választási kampányt gyakorlatilag már a nyár végén elkezdték a pártok. Politikusaik népszerűsítésére $100 milliókat költöttek. A voksolás országos tétje az volt, hogy a kormányzó régiók pártja meg tudja erősíteni hatalmát a Julia Timoshenko bebörtönzésével jócskán meggyengült ellenzékkel szemben. Az elemzők egyébként 5 párt bejutását jósolták. A már említett két politikai erőn kívül Vitalij Klitschko profi boxvilágbajnok pártja, az Udár, vagyis az Ütés, a kommunista párt, valamint a nacionalista akcióiról elhíresült Svoboda, azaz Szabadság elnevezésű párt parlamenti helye biztosnak tűnt. A számítások pontosnak bizonyultak, csak ez az 5 párt tudta teljesíteni az 5%-os bejutási küszöböt. Ősi mondás, hogy a nép olyan vezetőket érdemel, amilyeneket választ. Na, mi is azokat kaptuk. Nem történt semmi váratlan, az előrejelzéseknek megfelelően zajlott a voksolás. A szavazatok megoszlása viszont már aggodalomra ad okot. A kommunisták és a szélső jobboldali erők a vártnál jelentősen nagyobb mennyiségű szavazatot kaptak. Ez azt vetíti előre, hogy továbbra sem lesz nyugalom a parlamentben. Kárpátalján egy kicsit másként alakultak az erőviszonyok. A két nagy párt mellett a Jedinej Center, vagyis az Egységes Közép képvisel jelentős politikai erőt. Ezt az idei választáson is demonstrálták. A 6 kárpátaljai egyéni választókerület közül 3-ban nyertek a jelöltjei, a másik 3-ban a régiók pártjának indulói diadalmaskodtak. A 2 kárpátaljai magyar párt közül csak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség indított jelölteket. A megye 150 ezeres magyar kisebbségét azonban 3 szavazókörzetbe osztották szét, így nem szavazhattak egy tömbben. Nyilvánvaló az, hogy azután a döntés után, hogy nem osztak létre olyan körzetet, amely a magyarság többségben van, ugye igen kevés eséllyel indultunk a választásoknak, hiszen 30-19-17% volt a magyarságnak az aránya ezekben a körzetekben, és körülbelül egy kicsivel jobb eredményt sikerült elérnünk, mint a 2010-es önkormányzati választásokon, de ez még nem jelent áttörést. És ennek több oka van. Elsősorban az, hogy természetesen most is felhasználták azokat a módszereket, az adminisztratív nyomásgyakorlást, a szavazatvásárlás sokkal nagyobb mértékben, mint az elmúlt választásokon, amelyek jelentős mértékben befolyásolták a választási eredményt. A választási csalásokra lehetett számítani Ukrajnában, hiszen ennek egyfajta hagyománya van az országban.
Ez annál is inkább valószínű volt, mert a hatalompárti és az ellenzéki erők támogatottsága csak nem egyenlő volt a voksolás előtt. A feszült helyzet azt indokolta, hogy minden megyébe küldjenek ellenőröket, akik a választások tisztaságát felügyelték. A megfigyelők általános véleménye az volt, hogy a voksolás rendben zajlik. Nyilván apró eltérések vannak, hogy most akik ellenőrizni jöttek, alá kell leírniük az ívet, vagy nem kell aláírni, hogy most a mozgó urna az kap-e számot, vagy nem kap számot. Ezek apróságok, részletkérdések. Nem láttam olyat, ami komoly aggályra adott volna okot. Sok helyen nem is a szavazás alatt, hanem a voksok összeszámlálásakor történtek szabálysértések. Erről az ország minden részéről érkeztek jelentések. A Központi Választási Bizottság szerint ezek nem voltak olyan mértékűek, hogy érvénytelenné kellene nyilvánítani a parlamenti választásokat. Ha összehasonlítjuk a helyzetet a korábbi évekkel, például a 2006-os vagy a 2007-es választásokkal, azt látjuk, hogy a mostani messze nem olyan demokratikus. Ennek két oka van. Az egyik a választási törvény módosítása, amely alapján ismét bevezették az egyéni választókörzeteket. Ez sok jelöltet jelent az adott régióban, és a választások kimenetelére sok szubjektív dolog hat. Például a szabálysértések számának ugrásszerű növekedése. A másik meghatározó tényező az, hogy az ország jelenlegi vezetése nem biztosít olyan demokratikus körülményeket, mint az előző. Ennek ékes példája az, hogy az ellenzék két meghatározó alakja, Timosenko és Lucenko Rács mögött ül. Eddig a 450 fős parlamentnek csak 445 megválasztott képviselőjét hirdették ki. Öt egyéni körzetben ugyanis a Központi Választási Bizottság nem tudta megállapítani az eredményt, ezért ezekben újra választást javasolt a parlament. A hivatalos végeredmény alapján összességében a legjobban szereplő régiók pártja 185 helyet szerzett. Ezzel nincs abszolút többsége, ezért az új kormány összetétele a koalíciós tárgyalások eredményétől függ. Átadták a Sárospatak kerékpárút befejező hegyközi szakaszát Zemplénben. Ezzel az új útszakasszal 72 kilométerre nőtt az összefüggő bicikli út hossza. Európai Uniós támogatással elsőként a Sárospatak Sátoraljaújhely kerékpárút épült meg, majd ezt követte a Sátoraljaújhely Mikóháza, a Pálházi és végül a Pálháza Hollóháza közötti szakasz. Ennek ünnepélyes átadásán magyar-szlovák oldalról sokan vettek részt. A magyarországi bicikli út építéssel párhuzamosan a szlovák területen is megépült a Kassa-Hollóháza kerékpárút. Ünnepélyes keretek között vették át a biciklisek a Sárospatak-Kassa kerékpárút Pálháza-Hollóháza szakaszát. Ezzel a beruházással 10 km bicikliút és 2 km kerékpársáv épült, valamint 30 km kisforgalmú közútra került a kerékpáros tábla. A bringások Magyarországról és Szlovákiából egyaránt egy közös tekeréssel ünnepelték meg azt, hogy a két ország és a két város között most már szabadon és jó feltételekkel lehet közlekedni kerékpáron 72 kilométeres szakaszon. Mintegy 100 biciklis kerekezett együtt ezen a hétvégén a frissen átadott felsőhegyközi kerékpárúton. Így ünnepelték meg azt, hogy befejeződött Sárospatakot Kassával összekötő kerékpárút építése, Pálháza gesztorságával. Magyar oldalon a befejező szakaszon Pálházán, Füzérkombóson, Füzéren és Hollóházán épült meg a kerékpárút a szlovák határig. A beruházás összköltsége 2 millió euró volt, 90%-os Európai Uniós támogatással. Azáltal, hogy megépült ez az infrastruktúra, nem állhatunk le, hiszen az a feladat, hogy ezt a kerékpártot maximálisan kihasználjuk, programokkal töltsük meg, el tudjuk adni a külföldi turisztikai magazinokban, hogy minél több külföldi látogató érkezzen ebbe a térségbe, ahol ki tudjuk használni a lehetőségeket, használni tudják a szolgáltatásainkat, és ezáltal hozzá tudnak járulni az itteni emberek boldogulásához. Szoktunk a családdal kerékpározni, és most már, hogy megépült ez a bicikliút, nagyon örülünk, hogy már Kassát is meg lehet közelíteni. És én is nagyon szeretek kerékpározni.
A kerékpárút építésének első szakasza Sátoraljaújhely és Sárospatak között kezdődött el még 2000-ben Európai Uniós támogatással. Már akkor megszületett a gondolat, hogy igény lenne egy Kassáig tartó, biztonságos kerékpárúthálózatra, ami növelheti mindkét ország turisztikai vonzerejét. Ez azért is lényeges, mert nagyon sokszor az ember-ember, a család-család közötti kapcsolat az, amely maga után húzza a gazdasági, kereskedelmi és ipari kapcsolatokat is. Van, hogy fordítva van, de lehet, hogy nekünk ezt az előző utat, előbbi utat kell követnünk, aminek az eredménye a két térség, a két régió összekapcsolódása és közös fejlődése lehet. Az elkészült szakaszok hivatalos átadó ünnepségén jelen voltak a szlovákiai települések képviselői is. A határ másik oldalán lévő szervezetek nyitottak voltak a közös tervekre, hisz mindkét országnak fontos a turisztikai vonzerő növelése, a határmenti együttműködés. Így a fejlesztések lassan beérték egymást, és a szlovák oldalon is elkészültek a kerékpárutak. Ez a közös kerékpárút építés javítja a szlovák-magyar kapcsolatokat. Közelebb hozza egymáshoz a régiók lakosait, mind szlovák, mind magyar oldalon. Ez a projekt segíteni fogja az idegenforgalom fejlődését is Zemplénben. Ott voltam a rajtnál, és igen, hát tetszett nekem az egész, jól volt organizálva, szép a biciklista út is, hát tetszik nekem az egész. Sárospatak és Kassa több szállal kapcsolódik egymáshoz. Az egyik a Szent Erzsébet Zarándok út, a másik ez a kerékpárút. Most az a cél, hogy mire 2013-ban elkezdődik az Európa Fővárosa programsorozat Kassán, ezek a bicikliútak mindkét országban ismertek legyenek, fogalmazott Zemplén országgyűlési képviselője és Sárospatak alpolgármestere. Egy újabb lehetőség Kassa és Sárospatak összekötésének, hiszen tavaly adtuk át Szent Erzsébet Zarándok utat, és most pedig a Kassa-Sárospatak több mint 70 kilométeres kerékpárutat adjuk át. Ezzel is összeköti a két régió egymást, és hát jövőre, hiszen Kassa Európa kulturális fővárosa, mi ezzel az úttal is szeretnénk, ezen az úton keresztül is szeretnénk bekapcsolódni a város, a régió eseményeibe, kulturális sokaságába, és reméljük, hogy ennek az együttműködésnek lesz látszata itt Kassán is, és Magyarországon, Zemplénben. És ez a második olyan útvonal, ami ugye most a kerékpárosok számára teszi lehetővé, hogy a két várost összekösse. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy ilyen létesítmények létrejönnek, ami összeköti a településeket, összeköti az országrészeket, nem pedig elválasztja. Én azt szeretném, ha sokkal több ilyen lenne, ami összeköt bennünket, és nem pedig elválasztja az országokat. A szlovák határig megépült felsőhegyközi szakasszal 72 kilométer összefüggő kerékpárút épült meg Európai Uniós támogatással. Ezzel a beruházással és a térségben megvalósuló korábbi útépítésekkel egy Európai Uniós súlyú régiós kerékpáros úthálózat épült Zemplénben. Ez a 72 kilométer összefüggő kerékpárút Sárospatak és Kassa között lehetőséget teremt a további magyar-szlovák együttműködésre, közös fejlesztésekre, közös programkínálatra, kerékpárbarát szolgáltatások kialakítására, a kerékpáros turisták ide csalogatására. Műsorunkat rövid hírekkel folytatjuk. Az elmúlt hónap főbb eseményeiből válogatunk. Először Ukrajnából tudósítunk a legfontosabb események rövid összefoglalójával. Ezután az zempléni eseményekről, történésekről készült összefoglalót láthatják rövid hírek formájában. Це вулиця Трудова і дорога на ній, збудована у 80-х роках. Це промисловий район на околиці Ужгорода. Востаннє трудову латали навесні, коли до одного з підприємств приїздив прем'єр-міністр. Підприємці усвідомлюють, асфальтове покриття треба відновити. Однак хто це має робити, невідомо. Бізнесмени готові на співпрацю частково профінансувати ремонт дороги, уздовж якої збудували свій бізнес. Дорожники припускають, відремонтувати 1,5 кілометра трудової коштуватиме мільйон. Ямковий ремонт обійдеться дешевше. –
Протягом 7 років україно-угорської співпраці між дитячими хірургами в Закарпатській обласній дитячій лікарні проводять дедалі складніші операції, як у провідних лікарнях країни. Саме від реанімації та складності оперативних втручань, наголошує головний лікар, залежить обличчя медичного закладу. Його, як і здоров'я маленьких пацієнтів, приїздять покращувати провідні угорські хірурги, а ще привозять із собою медичні інструменти в подарунок. Тепер пацієнту зі складною патологією не потрібно їхати до столиці чи тієї ж Угорщини. Важкі операції проводять вдома, на Закарпатті. Із патологіями заяча губа чи вовча паща щороку на Закарпатті народжується 20-25 дітей, але наші фахівці майстерно долають і ці хиби. І якщо ви зайшли в кабінет закарпатського онкодиспансеру, де стоїть новий томограф, а там усе фіолетове чи зелене, не лякайтеся, це ноу-хау. Так в усьому світі борються із лікарняним стресом. Сучасна система підсвічування покликана заспокоювати людей, котрі нервуються під час проведення процедури. На томографі щодня проходять обстеження до 20 хворих. Одна процедура триває близько хвилини. Лікарі відзначають певний ефект від нового освітлення, адже пацієнти таким чином відволікаються від переживань. Спеціальне підсвічування робить перебування пацієнтів у діагностичному кабінеті більш комфортним. Лікар, який працює на томографі, за побажанням кожної людини обирає один із 8 запрограмованих світлових сценаріїв. Світло проєктується на стіни кімнат. Ще у суботу, 10 листопада, Єрусалимську плащаницю Божої Матері першими зустрічали тисячі жителів Мукачівщини та паломники Рахівщини та Міжгірщини на чолі із високопресвященнішим Феодором, архієпископом Мукачівським і Ужгородським та собором духовенства. А вчора святкові дзвони сповістили про прибуття світової реліквії до Ужгорода. Сотні священнослужителів Мукачівської єпархії та більше 10 тисяч вірників на чолі із правлячим архієпископом урочисто хресною ходою пронесли плащаницю Богородиці до Хрестовоздвиженського кафедрального собору. Тепер цей кіоск внесений до Книги рекордів України. Його особливість в оздобленні авторськими пано. Вітражне російське-американське скло, алюмінієвий дріт та все, що потрапить під руки майстрині розпалів в печі на керамічній плитці. Такі неповторні картини і привабили представників Книги рекордів. Це авторська і неповторна техніка. При роботі головний колега майстрині – вогонь. Адже він теж диктує свої правила при випіканні картин. Однак із ним пані Людмила знайшла спільну мову. Майстриня не просто знайшла для себе цю техніку, вона виконує в ній роботи на закарпатську тематику. Сама крамничка оснащена 14 пано розміром 35 на 35 сантиметрів та ще понад 4 десятками малих плиток. На кожній із них зображено стилізовані едельвейси, які є родзинкою Закарпаття. Пан Юрій доглядає за пухнастими змалечку, розводить десятиліттями. І ось уже 5 років займається кролиководством як селекціонер. Нині на господарстві близько сотні кролів 17 порід. Годують кролів двічі на добу. Зранку спеціальним кормом і ячменем, увечері травою чи сіном. Час від часу не зайве додавати фрукти й овочі. Таке харчування добре позначиться на якості кролячого м'яса, смачного, поживного та водночас дієтичного. У середньому за місяць кролик набирає кілограм ваги. Тварина м'ясної породи досягає максимум 5-6 кілограмів, тому тримають таких кролів до півроку. А от велетню – більше, ніж рік, адже за цей час кролі можуть вирости до 12 кілограмів. За такого красення обізнаний покупець не пошкодує і 200-300 євро. Нато, якщо кролика відзначили на професійній виставці. Найпрестижніше щороку відбувається в Німеччині – країні, де кролеводство процвітає. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 56. évfordulójáról Zemplénben is nagyszabású rendezvényekkel emlékeztek. Sátoraljai Újhelyben koszorúzással kezdődött az ünnepség, majd a Latabár Színházban Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntőjében többek mellett 1956 jelentőségét hangsúlyozta mai világunkban határon innen és határon túl. Ez alkalomból Sátoraljai Újhely önkormányzata díszpolgári címet is adományozott dr. Nagybozsoki József főorvosnak és Szatmári György karnagynak. –
Sárospatakon az 1956-os ünnepség sorozat a református temetőben álló hősi emlékműnél kezdődött. A főhajtást és koszorúzást követően az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Halász János mondott ünnepi beszédet. Köszöntőjében azt emelte ki, hogy a múlt történéseit szükséges kibeszélni, a forradalmi tettekre pedig emlékezni kell, hogy tudják Európában is, mit is vittek véghez 1956 hősei. Kifizeti a települési önkormányzatok adósságának jelentős részét a magyar állam. A két zempléni város Sátoraljóújhely és Sárospatak esetében ez elérheti a 60%-ot és milliárdos nagyságrendű pénzügyi segítséget jelent. A konszolidációt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be. Az 5000 fő alatti települések esetén ugyanis a teljes adósságot kifizeti az állam. A pénzügyi segítség 1956 települést érint a 3200-ból. Ezzel az intézkedéssel 612 milliárd forint tartozástól szabadulnak meg az önkormányzatok. Zemplénbe látogatott a Német Parlament Kereszténydemokrata Unió és a Keresztény Szociális Unió 10 tagú delegációja. A német kancellár Angela Merkel egyik tanácsadója is ott volt a képviselők között. A konzervatív politikusok megtekintették a több mint 1000 főt foglalkoztató német tulajdonú Sátoraljaújhelyi Preczkast Kft-t, majd Zemplén sváb településével Herzegkúttal ismerkedtek. A legnagyobb német kormánypárti frakció vezető politikusai utazásukkal jelezni kívánták, hogy nem értenek egyet azzal a nyugat-európai médiumokban megjelenő gyakorlattal, amely egyoldalúan negatív oldalról mutatja be a magyar társadalmi és gazdasági állapotokat. A Szlovák-Magyar Határvízi Bizottság tagjai a Ronyva újonnan megépített gátját ellenőrizték Sátoraljaújhelyben. A magyar beruházáshoz a szlovák szakemberek véleményét is kikérték. Folyamatos volt az egyeztetés a két ország vízügyesei között. Az építkezés után kötetlen formában is találkoztak a szakemberek a Sátoraljaújhelyi Kalandparkban, erősítve ezzel is a hosszú évek óta zajló példamutató határon átnyúló együttműködést árvízi kérdésekben. Európa a polgárokért címmel háromnapos magyar-lengyel testvértelepülési találkozót szervezett a Tokaj-hegyaljai Tolcsva önkormányzata. Az uniós támogatással megrendezett esemény célja az emberek közötti kapcsolatok erősítése Tolcsva és Korcina településeken úgy, hogy eközben az európai értékek széleskörű ismertetését is segítik, valamint hozzájárulnak a nemzetek közötti tolerancia elfogadásához. A háromnapos találkozón szakmai fórumokra, vetélkedőkre, kulturális rendezvényekre és szüreti mulatságra is sor került. Sárospatak római katolikus temploma 5 éve kapta meg a bazilika minor rangot. Ezt is ünnepelte a gyülekezet a hit évének kezdetén, októberi őszi búcsújukon. Az esemény jelentőségét emelte, hogy az ünnepi szentmisét 16. Benedek pápa küldötte tartotta, aki Szent Erzsébet szülővárosaként tekint Sárospatakra. €20 000 áll a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és 3 Európai Uniós Partneriskola rendelkezésére egy 2 éves Comenius oktatási program lebonyolítására. Az első témájuk Migráció Európában címet viselte. A 4 középiskola együtt dolgozik majd ebben a projektben. Az első találkozóra a hollandiai Franekkerben került sor. A határtalanul elnevezésű Európai Uniós program keretében a Sátoraljaújhelyi 5. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium a romániai Gyergyószentmiklósi Battyányi Ignác Szakközépiskola diákjait látta vendégül. Az 1 éves program célja a kapcsolatépítés, a közös munka és a hosszú távú együttműködés megteremtése.
153 középiskolás vett részt Sátoraljaújhelyben az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntőjén. 40 éve rendezik ezt a nemes vetélkedést, ma már határon túli résztvevőkkel kibővítve. A háromnapos nagyszabású eseményen számos nyelvész, tudós és tanár vett részt a bíráló bizottságokban. A magyar nyelv legnagyobb eseményének díszünnepségén a romániai Kézdivásárhely főiskolásai mutattak be irodalmi összeállítást. A rendezvény záró estején pedig fellépett Székelyföld profitáns csoportja, a Maros Művész Együttes. Óriási vaddisznót, medve méretű vadkant lőttek Zemplénben. Valószínűleg Magyarország, de talán Európa legnagyobb vadkanyát sikerült elejtenie Szurovcsák András vadásznak a Sátoraljaújhely környéki hegyek lábánál. A vadkan 300 kg-ot nyomott, marmagassága elérte a 1,5 métert, a hossza pedig felfüggesztve közelítette a 3 métert. 25 cm-es agyalát aranyérmesnek minősítette a Magyar Trófea Bizottság. Kedves nézőink, a Kárpátok Eurorégió közös információs magazinunkat két miniportréval folytatjuk. Sepa János helytörténész és gyűjtő neve összeforrt a Beregszászon található Beregvidéki Múzeummal. A római katolikus templom mellett álló egykori Betlen kastély Beregszász egyik legrégebbi és legszebb épülete. A múzeum gazdag gyűjteménye bemutatja az egykori Beregvármegye eseményekben, tragikus fordulatokban gazdag ezer éves történetét, az itt élő népek, magyarok, ruszinok és más nemzetiségek szabadságküzdelmét áll az intézmény honlapján. Sepa János éveken keresztül saját pénzeszközeivel fejlesztette a gyűjteményt. Két évtizeddel ezelőtt Beregszászban egyetlen múzeum sem működött. Sepa János viszont az évtizedek során több ezer muzeális értékű tárgyat gyűjtött össze. Ezeket másokkal is meg szerette volna osztani, de nem volt megfelelő helysége. A Betlen kastély egyik szárnyát szemelte ki erre a célra, de a város akkori vezetése nem így gondolta. Rengeteg utánajárásába került, amíg az összes hivataltól megkapta az engedélyt a múzeum megnyitására. Ma már páratlan tárlat fogadja a látogatót, amely naponta bővül. Sepa János legutóbbi szerzeménye, Kárpátalja legrégebbi, 1617-ben öntött bronz lélek harangja. Nekünk van történelmi múltunk, több mint 1000 éves, pontosabban jövőre 950 éves a városunk, ezért nekünk van mit megmutatni. A Beregvármegye történelmi múltját mutatom be 250 ezer év tönnapjainkig, 4,5 ezer tárgya, tehát ebben minden benne van. A geológia, archeológia, történelem, etnográfia, vagyis néprajz, borászat, híres emberek. Amíg tárgyat meg tudtam restaurálni, hogy nem került ki a szemétre, hanem újra élet, és élve maradt a múzeumban, akkor igen, én arra büszke vagyok. Sepa János azon kevés kárpátaljaiak egyike, aki büszkén viselheti a vitézi címet, s hogy miért választották a történelmi vitézi rend tagjává. Saját bevallása szerint ennek két fő oka van. Én úgy gondolom, ez több tényezőből áll. Magyar vonatkozású múzeumot hoztam létre Beregszászban. Magyar hadisíroknak a feltárásával foglalkoztam, kutatásával foglalkoztam. Ebből 42-t találtam meg, jelenleg már 92 magyar hősi halottnak van a temetőbe a sírja fölállítva. Több ember most már meg tudja találni a saját hozzátartozóját. November 1-én nem mindenki tudott, csak a közös kereszthez letenni egy szál virágot, vagy meggyújtani egy mécsest, egy gyertyát. Most már van hova eljönni. Többek között, mint Pártos Judit is, hogy 57 év után jött el az édesapja sírjához Göd városában. Akik ide érték nekem ezt a vitézi címet, gondolom, hogy ezt vették figyelembe, hogy mindenki megtalálta a saját halottját. Ehhez Sepa János esetében egy lovagi cím is párosul. Igaz, nem karddal, hanem szőlővesszővel ütötték lovaggá. A múzeumban ugyanis összegyűjtötte a Beregvidék borászati múltjával kapcsolatos kellékeket, a hegyőrcsillagtól a borászati leírásokig. S amint anyagi forrásai engedték, a Betlen kastély ősi, omladozó boros pincéjét is rendbe hozatta. Majd tartja összejöveteleit a Szent Vencel borlovagrend, amelynek ő maga is tagja.
Ukrajnában mi egyedül bor, több bor nincsen, ez Beregszászon található. Beregszászi szőlőhegyeken 250 fajta szőlő nőtt. A Gorbacsi időszakában nagyon sok szőlő el lett pusztítva, ki lett vágva, megsemmisültek. Hála Istennek, hogy a Pécsi Génbankban vannak még olyan linert fajta szőlők, ami Parászka György barátom tudott szaporítani, az idén már meg is tudtuk belőle kóstolni a bort, mint a beregszászi menyecske, vagy beregszász rózsása nevű szőlőfajtákból. 1903-ban kétszer drágább volt a beregszászi aszú, mint a tokai aszú. Ezért a beregvidékieknek van mivel büszkélkedni. Sepa Jánosnak egyetlen nagy álma van, mégpedig az, hogy bővíthesse a Beregvidéki Múzeumot, hiszen magángyűjteményének még sok ezer darabja rejtőzik a pincében vagy a padláson. Bacskai Miklósné a Sátoraljaújhelyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Szerepet vállal a Borsodabaui Zemplén megyei és az országos Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatban is. Az elmúlt években fáradhatatlanul dolgozott és dolgozik ma is a Magyarországon élő szlovákok identitásának megőrzéséért, nemzeti kultúrájuk ápolásáért, a magyar-szlovák viszony jobbításáért, itt a szlovák-magyar határ mentén. Élete példamutató lehet mindenki számára, hisz ahogyan mondta, nekünk kisembereknek soha nem volt problémánk a határ menti együttműködés során. Bacskai Miklósné a zempléni Rudabányácskán született. Bányácska az 1700-as évek óta szlovák többségi település volt, és maradt az 50-es évekig. Bacskai Miklósné ebben a szlovák millióban nevelkedett. Elemi iskolás koráig még magyarul sem tudott Magyarországon. Még a dédszülők gyökerei is a Szlovákiába nyúlnak, tehát a nagyapám Brezinára való, és onnan származnak, azok tiszta, még most se tudnak magyarul, szóval ők soha nem tudtak magyarul, és így a szüleim, és a nagyszüleim sem tudtak magyarul. Hát általában ugye a nagyszülők nevelik a gyerekeket, miután ők magyarul nem tudtak, bennünket se tudtak megtanítani magyarul. Úgyhogy még általános iskolás koromig én magyarul nem tudtam beszélni. Nehéz időszak volt ez a rudabányácskai szlovákok életében, mondja Bacskainé. Sokáig tabu téma volt a szlovák kisebbség ügye, ugyanúgy, mint Szlovákiában a magyar kisebbségé. Az áttörést az 1950-ben megnyitott Sátoraljaújhelyi szlovák iskola hozza. 57-58-tól megszüntették a szlovák oktatást, és csak magyarul lehetett. Bacskai Miklósné már az 1960-as években szerepet vállal a szlovák iskolában. Építi Rudabányácska, a Sátoraljaújhelyi iskola és a szlovák-anyaországi kapcsolatokat. Én az általános iskola elvégzése után ugye a gimnáziumba kerültem Sátoraljaújhelyre, a szlovák oktatás nem volt. De a 60-as évek, vagy 50-től megindítják Sátoraljaújhelyen a szlovák iskolát kollégiummal, tehát akinek affinitása is, és úgy szeretett volna ezen a területen tanulni, volt rá lehetősége, tehát mehetett a szlovák iskolába. Én még a gimnázium elvégzése után kerültem a Magyarországi Szlovákok Szövetségébe, ott, mint képviselő dolgoztam, és hát ez a mai napig is él még ez a lehetőségem, és hát valóban még ott ténykedhetek most is. A teljes áttörést a magyar és csehszlovák rendszerváltás hozza Bacskainé életében. Vezető szerepet vállal a megalakuló szlovák kisebbségi önkormányzatban, helyi, megyei és országos szinten. Első között megalakítottuk Rudabányácskán is a szlovák kisebbségi önkormányzatot, minek az elnöke lettem, és hát a mai napig is
az elnöke vagyok a szlovák kisebbségi, a nemzeti, most már névváltozás történt a nemzetiségi önkormányzatnak. Ezt a területet nagyon-nagyon szeretem, nagyon, hiszen a gyökereim oda nyúlnak, miután a szüleimet, nagyszüleimet mélységesen tiszteltem és szerettem őket. Tehát nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy elhagyom a visszapillantó tükröt, mondván, ahogy szoktam mondani, profán módon, de én dolgozok ezért a nemzetiségért, ezekért a hagyományokért, hisz ez egy óriási kincs. Bacskai Miklósné szlovák kisebbségi vezetőként sok-sok határon átnyúló rendezvény és együttműködés kezdeményezője. Nagyon büszke a faluházra és a bányácskai tájházra. A kultúrház az régebben megvolt, de a polgármesteri hivatal felújította, és a szlovák kisebbségi önkormányzatnak adta át használatra. Hát ez nagy köszönet érte, mert addig nem volt nekünk hova menni, hol találkozni. Ezt a tájházat, ez szintén a magyarország és a zempléni szlovákoknak a tájháza, ezt az országos szlovák önkormányzat vásárolta meg, és újította föl, és szintén a kisebbségi és a nemzetiségi önkormányzatnak adta át használatra. Nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen ez egy olyan adomány az országos önkormányzat részéről, amire nem is álmodtunk. Az elmúlt 22 év történései hármas célt szolgáltak életemben, mondja Bacskainé. A Zemplénben élő szlovák nemzetiség fennmaradását, az anyaországgal való kapcsolatépítést és a magyar-szlovák együttműködés erősítését, a bizalomépítést itt a magyar-szlovák határ mentén. Nekünk, a kis embereknek soha nem volt egymással problémájuk, hiszen az egész rokonságom ott van. Jöttek, úgy jöttek ide, mint ha hazajöttek volna. Mi is úgy mentünk egymáshoz, mint ha hazamentünk volna. Most sincs problémánk egymással. És a határok, hogy nincsenek határok, hát ez még megkönnyítette, hiszen egymás rendezvényein több helyen ott tudunk lenni, tehát amíg az se köt bennünket, hogy átmenni a határon, hanem ha tényleg egy fűszóra jönnek, vagy egy mi is megyünk egy kedves kis meghívásra, és nagyon nagy szeretettel fogadnak bennünket, és mi is úgy szintén. Bacskai Miklósné ma is nyugdíjasként példamutatóan dolgozik a magyarországi szlovákokért, a szlovák-magyar jó kapcsolatokért, az emberek közötti együttműködés kiszélesítéséért itt a magyar-szlovák határ mentén. Kedves nézők, folytatjuk a Kárpátok Eurorégió magazint természetes címmel, most két különleges értékre hívjuk fel a figyelmet. Anonymous mester szerint a dicső csatában elfoglalt Ung, vagyis Hung váráról kapták a nevüket a magyarok, amikor is megfutamították Laborc fejedelmet és seregét. A kétségbe vonható legenda szerint Árpád fejedelemmé választása is itt történt. Ami viszont bizton állítható, hogy az Ung folyó partján álló vár fontos szerepet töltött be Európa és Magyarország történelmében. Különböző korszakokban birtokolt az Aba nemzetség, majd a Drugett család és Bercsényi Miklós. 1646-ban itt született meg a római pápa fennhatóságát elismerő görög-katolikus egyház. A várban a szovjet időkben jött létre a mai napig működő honismereti múzeum. Az erősség restaurálása a múlt század 60-as évei kezdődött, és több-kevesebb sikerrel máig is tart. Megemlíti Anonymous a Hesta-Hungaroromban 903-ban, ide jöttek a honfoglaló magyar csapatok, és tulajdonképpen azt írja ő, hogy nagyon sokan hungváriak lettek, Világos dolog, hogy akkor még a vár nem volt úgy, csak egy erőd. De mivel 1312-ben az olaszországi Drugett gróf család részt vett a Rozgonyi csatában, az új király oldalán, Robert Károly oldalán, azért aztán adományozta a király őket evel az ungvári várral, vagyis az erőddel, és az Ung megyével. Tulajdonképpen ők kezdték építeni az ungvári várat.
a várnak vannak néhány jelentőségei, azok közé tartozik, ime itt ez a Szent György római katolikus templomnak a maradványai. 14. században épült, az világos dolog, hogy a drugetek építették, és ez nem csak a várhoz tartozott ez a templom, ez tulajdonképpen az Ungvár város temploma volt, római katolikus temploma, és egészen 1728-ig, 1728-ban, amikor a várban tűz keletkezett, leégett a vár is egy része, és leégett a római katolikus Szent György templom. Na most a templomban van eltemetve, van egy kripta, ahol el vannak temetve a drugetek, az orosziek, a sennélyek. Itt van a belső várudvar, láthatjuk, hogy ott van egy kút, mai napig is van benne víz, körülbelül 40 méter mély, ki van válva egy sziklában, akkor aztán van lejárat a pincékbe, kijárat az északi részre, valamikor volt egy alagút, ami vezetett a Váralja utcába, úgyhogy ki lehetett jutni azon az alagúton a várból. Na most ez itten most már zárt galériák, de valamikor nyitott galériák voltak, és amikor megalakult a Kárpátaljai Hon- és Tájismereti Múzeum 1947-ben, akkor ezeket a galériákat, ahogy látjuk, most már átépítették. Na most egészen 1944-ig itt volt a papnevelde. Amikor bejöttek az oroszok, akkor itt volt kaszárnya, és csak 1947-ben megalakult a Kárpátaljai Hon- és Tájismereti Múzeum, amiknek van történelmi osztálya, van régészeti osztály, van népművészeti osztály, van természettan osztály, és sok kiállítás. A legnagyobb teremben itt a várban Baczynszky András püspök idejében, amikor papnevelde volt, alkottak egy várkápolnát. Szóval Szent Keleti, három keleti szentnek a nevét viseli, Szent Gergely, Aranyszájú Szent János és Szent Bazil. Az óvodásoktól kezdve, az iskolásoktól, gimnázistáktól és a sok-sok turista. Hát én azt hiszem, hogy meg vannak elégedve, amikor látják ezt a gyönyörű várat, mert tulajdonképpen csak kettő maradott van Kárpátalján, az a Munkács és az Ungvári vár, amit kulturális, meg történelmi célokra lehet mai napig is felhasználni. A Zemplén Televízió ma egy csodavilágba kalauzolja el Önöket a következő kisfilm segítségével. A Zempléntől nem messze a szlovákiai Martonházán található a világ három látogatható aragonit barlangjainak egyike. Föld alatti csarnokait aragonitból formálódott csipkefinomságú díszítmények borítják. A barlangrendszer része a magyar akteleki és szlovák cseppkő barlangoknak. A Martonházi aragonit barlang, a magyar akteleki és a szlovák cseppkő barlangok folytatása, a világörökség része és a világ három látogatható aragonit bányájának egyike. E csodavilág föld alatti csarnokait az aragonitból formálódott különböző csipkefinomságú képződmények díszítik. Ezek a beszivárgó vizek korróziós tevékenysége és a mészkő kristályosodása folyamán jöttek létre.
Alakjuk rendkívül változatos és igen látványos. A csipkeformától a gombafonalakig, az ágas-bogas vasvilágcsoporttól a vese, tű és spirál alakzatokig aragonit képződmények tucatjait csodálhatják meg a látogatók. Színük a fehértől a sárgán át a barnáig terjed. Korukat 138 ezer évre teszik a kutatók. Napjainkig 10 termet tártak fel itt a magyar-szlovák határ mentén található cseppkőbarlangok folytatásaként. Ezeket a termeket a képződmények formái után nevezték el. Így van itt a barlangrendszerben tejútterem, csillagterem, márványterem. A barlangokat 1972-ben nyitották meg a nagy közönség előtt, s ma is látogathatók a szlovákiai Martonházán. Kedves nézőink, műsorunk végén figyelmükbe ajánlom december és január legfontosabb rendezvényeit Kárpátaljáról és Zemplénből. Ezekre szívesen várják Önöket. Bővebb információ a képes ajánlón megjelölt e-mail címeken található. У зв'язку з 80-ю річницею українського голодомору, свято молодого вина або божоле в Ужгороді перенесли з кінця листопада на 1-2 грудня. Фестиваль проводитимуть у винному льосі «Совине гніздо» та на площі Поштова почесні гості заходу – члени винного лицарського ордену Святого Венцела. Бажаючі мають змогу покуштувати вина, мед, інші гастрономічні смаколики, а найцікавішою сторінкою цьогорічного божоле очікується підбиття підсумків конкурсу на кращий логотип фестивалю. На Закарпатті святий Миколай прибуває вдвічі. Перший він наповнює подарунками виставлені у вікна начищені чобітки дітей 6 грудня, вдруге – 19 грудня, коли в Ужгороді відбувається парад миколайчиків. Там дітей очікують інші сюрпризи. У цей день встановлюють офіційну ялинку Закарпаття, яку прикрашатимуть іграшки, виготовлені дітьми власноруч. Шістнадцятого грудня в Закарпатському угорському інституті культури міста Берегова відбудеться ретроспективна виставка 75-річного художника Міклоша Горонгозо. Виставка буде відкрита протягом місяця, вхід безкоштовний. І цей рік не мине без фестивалю закарпатських угорськомовних колядок. Господарем заходу стане Берегово всередині грудня. У деяких пасторальних іграх головну роль виконують пастухи, інших – ляльки, три королі або ангели із зірочками. Кращі групи презентуватимуть наш край в Угорщині, де зможуть продемонструвати знання та любов до закарпатських традицій угорськомовних колядок. У січні наступного року відбудеться традиційний фестиваль «Ужгородські палачинки», тобто млинці. На Ковзанці біля торговельного центру «Дастор» організують змагання зі спритності. Гостей запросять на гаряче вино та смачні палачинки. Буде проводитися продаж сувенірів. Дата проведення дводенного заходу – 26-27 січня 2013 року. На
Насичену програму презентують організатори для гостей Закарпаття на Днях угорської культури. 22 та 23 січня 2013 року у Закарпатському угорському інституті культури міста Берегова відкриється фотовиставка «Чаби Кучиша». Цими ж днями в Ужгородському скансені виставлять свої твори митці Союзу художників імені Мігая Мункачі. 22 січня в обласному музично-драматичному театрі демонструватиметься вистава Закарпатського угорськомовного національного театру імені Дюли Їєша за мотивами твору Антона Чехова «Каштанка». «26 січня у селі Геча проходитиме шостий фестиваль м'ясників. Про цей, один з найпопулярніших кулінарних заходів на Закарпатті, за 5 років вже дізналася вся країна. На змагання м'ясників з'їжджаються учасники з Воєводини, Угорщини та, звісно, всього Закарпаття, щоб приготувати характерні регіональні страви. На фестивалі м'ясників також продаватимуть сувеніри та виступатимуть народні ансамблі». Önök a Kárpátok Eurorégió közös ukrán-magyar magazin 4. adását látták. Legközelebb a jövő héten jelentkezünk a szokott időben műsorcserével, Ukrajnából, Szlovákiából és Magyarországról a megszokott napokon. A műsor a Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna határon átnyúló együttműködési program keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával. Az eddigi műsorainkat az ukrajnai Tisza 1 TV, a szlovákiai TV Zemplén és a Zemplén Televízió honlapján megtekinthetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!